December 3-a a Fogyatékkal Élők Világnapja, aminek évenkénti megtartásáról 1992-ben döntött az ENSZ. Ezen a napon világszerte felhívják a figyelmet a betegség, baleset vagy katasztrófa következtében fogyatékossá vált emberek problémáira. A világon mintegy 650 millió ember él fogyatékkal. A Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén térségi egyesülete a világnap alkalmával rendezvénysorozatot indított, mely során a legújabb változásokról tájékoztatást tartottak sorstársaiknak, illetve rengeteg más, a mozgáskorlátozottakat érintő fontos témaköröket is érintettek. A programsorozat folyamán ugye egy komplex tájékoztatást próbáltam nyújtani a tagságnak az új rokkantsági rendszernek az eddigi tapasztalatairól, és hogy egyáltalán hogyan is működik az új rokkantsági rendszer. Ugye 2012. január 1-től ugye megszűnt a rokkantnyugdíj és többféle rokkantsági ellátás. Ezzel szemben ugye maradt a rokkantsági ellátás, illetve a rehabilitációs ellátás. A tagságnak próbáltam fölvázolni, hogy az Orvos Szakértői Bizottság milyen szakvéleményeket küld, milyen betűkóddal, és ez a betűkód ez mit jelent. Másik fontosabb témakör a súlyos mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési támogatásával kapcsolatos volt, ugyanis ebben akadtak félreértések a tagok között. A kérelmezők több esetben nincsenek tisztában itt a finanszírozással kapcsolatos idézőben problémákkal. Azt látják, ugye, hogy használt autóra adnak 600 ezer forintos támogatást, és sokan úgy vélik, hogy hát hozzáteszek 400 ezer forintot, és akkor megvan egy használt autó. Tehát közel sem így működik a dolog, közel sem veszik azt figyelembe, ugye, hogy amikor a kérelmet adják be, ott van egy nyilatkozat, ahol alá kell, hogy írja, hogy a bankkal való szerződéskötést vállalja. Tehát ezt azért próbáltam bővebben kifejteni. A résztvevő tagok beszámolót hallhattak még az Egyesület egész éves tevékenységéről is. Szeretnénk több új elemet bevezetni, mint például az esélyórák, és tervezzük bővíteni a segédeszköz kölcsönzést is. A rendezvénysorozat tökéletes alkalmat biztosított, hogy a tagok találkozzanak, kérdezzenek, és megismerhessenek minden törvényi változást. Tudtuk meg az elnöktől.